szaporodás, és akkor nem. Frányó Percsics szenvedélyes vadász. 180 trófeát gyűjtött be eddig. Elmondása szerint, ha tehette volna, előbb születik 50 évvel, hogy átélhesse az akkori vadászatokat. Akkoriban ugyanis ez igazi sportnak számított. A vadász szenvedély nagyon régen kezdődött, mivel most 63 éves vagyok, és az kezdődött, mikor 5 éves voltam, mikor apám biciklin vitt vadászatba, és ezzel bizonyos módon megfertőzött, de annyira, hogy a végén, ugye ő már sajnos meghalt, én sokkal nagyobb és mondják komolyabb vadász vagyok, nem vagyok szerénytelen, de ezek tények. És az akkor praktikus 58 év, ugye, és még mindig is nagyon jól emlékszem, hogy milyen volt akkor, és milyen máma. Akkor igazán, igazán nagyobb szenvedély volt, mert mondom, se autó nem volt, se fuvarszállító jártunk, biciklin, meg szekérkocsin, meg speditőrkocsin, nem tudom magyarul pontosan, hogy mondják azt. És szeretném, ha visszajönne az az idő. Kár, hogy nem születtem még hamarabb, hogy mikor a vadásport igazi sport volt, mai sport, de annyi eszköz van, amelyik segíti a vadászt, és annyira kevesebb lehetőség van a vadnak, hogy akkor az szebb volt. Bejárta a volt Jugoszlávia erdeit, Szibériában egyszer, Afrikában pedig már háromszor járt, hogy szenvedélyének hódoljon. Oroszországban siketfajdra, császármadára, nyírfajdra, kacsára és szalonkára lőtt. Afrika a legvonzóbb terület Frányó Percsics számára. 3 évente tud a kontinensre utazni. Ott antilopra, gazellára és varacskos disznóra vadászik a legszívesebben. Főleg akkor megyünk Afrikába, akkor mentünk, mikor ott tél van. Az meg azt jelenti, hogy akkor főleg kígyó még pókok nincsenek, ami a legnagyobb veszély. Fölkelünk ugye reggel, és akkor terepjáróval kimegyünk a terepre, és keressük azt a vadat, amelyiket kifizettük, vagy amelyiket megrendeltük. Mindig van profi kísérő, mert Afrikában csak profi vadásszal lehet menni vadászni, szóval mindenki lehet tulajdonos egy vadászterepnek, ott majdnem minden privatizáló van, csak a nemzetközi parkok nem. Szóval profi vadásszal, ugye, aki fejlődött bizonyos iskolákat, és van főleg fekete kísérő, amelyik nagyon jól látja és hallja a vadat, úgyhogy van nekünk 3-4-5 perc kell, hogy meglátjuk a vadat a sűrűben, ő mutassa, mint megnézzük, de buták vagyunk. A négereknek fantasztikus, hogy a természeti adottság mennyivel jobb, mint a fehér embernek, de ez azt hiszem nem csak genetikai dolog, hanem történet, és erről is sokat lehetne beszélgetni. De ugye úgy történik, és vannak kopókutyák, amelyek fantasztikusak, mert egy csöpp vér a sebzett állatról, mert ritkán szokott a vad elesni a helyszínen, szóval tűzbe, hogy mondják, hanem elmegy pár száz, van mikor több száz métert is, és ez a kopó, ez nagyon jó, mert megtalálja a vadat. Frányó Percsics, a Palics Szabadka Szalonka Vadásztársaság tagja, a Vajdaság Erdei Közvállalat tulajdonában álló erdőben is rendszeresen vadászik. A vad elejtése mellett a vadászok elengedhetetlen feladata a vadállomány számának megtartása és az utánpótlás biztosítása. Az elejtés az utolsó szakasz, mink, akik igazán sportból vadászok, neveljük és ápoljuk a vadakat, és
nem csak természetes módon, hanem vannak fácántelepek, fogolytelepek, szóval ahol föntartsák és fölemelik fölnevelik a vadat. Egy szarvast lelölnek, mikor 12 vagy 13 éves idős, és addig kísérik, és bizonyos tápokkal segítik, hogy jobban fejlődjön. A vadászidény befejezésével is számos feladata van a sport szerelmeseinek. Nekik kell gondoskodniuk arról, hogy az állatok átviseljék a telet. Január 31-el a fő vadász szezon, szóval fácán, nyúl, apró vad, lehet még kacsára vadászni, és ezen a környéken nem, ahol vannak szarvasok, ott még lehet február 15-éig. Most a feladatunk az, mikor hideg van, hogy kiviszünk kukoricát, meg más tápokat, meg vitaminokat. A vadászatokon használt puskák közül a sörétes és a karabineres a legelterjedtebb. Sörétes puskával az apróbb vadakat lövik, fácánt, nyulat, kacsát, míg a karabineressel a nagy vadat, őzet, vaddisznót, muflont. Különféle speciális fegyverek is léteznek, amellyel hajszálpontosan tudják megcélozni a vadat. 75 centi a hosszú a csöve, és az viszi még pontosabban a golyót, úgyhogy 150-200 méterre el szoktam találni a gyufás dobozt. Percsics további utazásokat tervez, a gyűjteményéből még az a különleges antilop hiányzik, amely több, mint egy tonnát nyom. Én nagyon szeretem, büszke vagyok, és tudok ülni, és gondolkozni, és majdnem minden trofeára emlékszem, hogy volt az, hogy történt, úgyhogy az életemnek egy fontos része. Na ezt mind nem lehetne, ha nem volna a családban megértés erre, meg segítség. Van, mikor veszekszünk is már megint, de hát kibírtuk így.